A HEROSZ az egyetlen olyan civil szervezet, amely több, egészen pontosan 5 menhelyet működtet hazánkban. Legeredményesebb helyi szervezete a Fejér megyei, mely 25 éve alakult. Fennállásuk óta több ezer kutya talált már gazdára. Mint azt az Egyesület országos elnöke mondja, legfontosabb küldetésüknek a megelőzést tekintik, azaz, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. A bekerülő kutyusoknak a 85-90%-a eredendően valamikor vállalt kutya volt. Igaz, hogy felelőtlenül, vagy macskusz, mert aztán közben rájöttek, hogy a 8. emeletre mégsem való egy bernáthegyi, vagy egy dándog, és meg különböző okok miatt nem tudják vállalni, és akkor jön az a felelőtlen megoldás, hogy elengedik a város szélén, vagy jobb esetben most már oda viszik egy adott menhelyhez. Mint minden szervezet, ők is szűkös költségvetésből gazdálkodnak. A lakossági és önkormányzati támogatások segítik őket a fennmaradásban. Az adó 1%-ából beérkező felajánlások pedig gazdálkodásuk fontos részét képezi. Ez ad egy alapot, amire tudunk építkezni. Emellett itt Fehérváron nyilván az önkormányzati támogatás a másik, és hogyha ez a kettő úgy összeáll, akkor tudjuk a többi bevételt is tervezni, illetve ehhez tudjuk alakítani az egyéb tevékenységünket. És nyilván a programokat, azokat úgy tervezzük meg, hogy azok minél inkább tehát költséghatékonyak legyenek. Az immár Fehérvári Állatotthon nevet viselő intézmény arculata is megújult annak érdekében, hogy ezzel is fel tudják hívni magukra a figyelmet. Miért versenyezünk? A támogatásért, az emberek figyelmére, ezt úgy jól említette. Tehát a figyelemért és az adományokért. És azt meg kell támogatni mindenképpen egy jó marketinggel. A marketingnek meg az egyik alapja, a jó marketingnek az alapja, hogy legyen egy megfelelő arculat, megfelelő logó. A Fehérvári Állatotthon egyébként folytatja a már nagy népszerűségnek örvendő vasárnapi kutyasétáltatási akciójukat. Március 24-én tematikus napot szerveznek. Ráadásul új programot indítanak útjára a Vörösmarty Mihály könyvtárral közösen. Ments meg egy könyvet, ments meg egy állatot címmel.